Balett előadással vette kezdetét a rangos esemény, a köszöntők után a tradícióknak megfelelően először az év vállalkozóinak osztották ki az elismeréseket, többek között díjazták az év papír és műanyag újrahasznosító vasipari, üvegipari, gépgyártó, csomagolóanyaggyártó vállalatát, reklámtárgy nagykereskedőjét és őstermelőjét is. Lokálisan is elismerjük azoknak az embereknek a munkásságát, akik itt a környezetünkben élnek, és kiválót alkottak. Ezért rendezzük meg most már 11. alkalommal ezt a megyei Préma díjkiosztó gálát. Ennek keretében minden évben évvállalkozóit is kitüntetjük. Most 7 vállalkozónk fog megyei évvállalkozó díjat kapni. Itt szintén a saját szakterületükön kapják a vállalkozók a díjakat, akiknek ez egy komoly elismerés. Budapesten a Magyar Vállalkozók Napján decemberben pedig 2 megyei vállalkozó fogja még átvenni az országos évvállalkozója díjat. Az idei évi megyei Prima díjakat a magyar tudomány kategóriában professzor dr. N. Szabó József, magyar zeneművészet kategóriában Kazár Pál, magyar sajtó kategóriában pedig Zsoldos Barnabás kapta. Még mikrofon előtt így nem remegtem, mint abban a pillanatban, pedig tulajdonképpen amit tettem, azt hát önzetlenül, ettől a elismeréstől függetlenül, kinek jut eszébe, amikor árvíz van, amikor a mezőgazdaságban dolgozó embereket kell megszólaltatni, amikor a jégverés tönkreteszi a házak tetejét. Szóval ezek nem jutnak az ember eszébe. De most, hogy másoknak eszébe jutottam, és megkaptam ezt a Prima díjat, hát ez azt jelenti számomra, hogy tovább kell dolgozni, meg kell szolgálnom ezt az elismerést az elkövetkezendő évtizedekben. A gálán külön díjakat is kiosztottak. Magyar képzőművészet kategóriában Botrágyi Károly nyíregyházi grafikus művész kapott külön díjat, Szabolcs-Szatmár Bereg megye díjazottja Makrai Zsuzsanna Zománc művész, nyíregyháza kitüntetettje pedig dr. Jeneiné Makrai Erika tanár lett.